Káposznyák István vagyok, 52 éves Debrecenből. Korábban határőrként, majd rendőrként szolgáltam a hazámat, és ma is azt teszem. Baloldaliként az embereket képviselem, azokat az embereket, akik a választókörzetemben élnek. Pártunk programja rólunk szól, az emberekről. Legfontosabb célkitűzéseink a szociális és morális válság felszámolása ebben az országban, a bérlakásprogram megvalósítása, a szövetkezeti alapok lerakása és megszilárdítása, és ezt követően tudunk hatékonyan, közösen együtt dolgozni. A magyar ember legnagyobb kincse a termőföld. Választókörzetemben kiváló minőségű földek vannak. De mit ér a föld, ha nem tudjuk megöntözni? Épp ezért csatornák, jóléti és gazdasági víztározó tavak építését fogom kezdeményezni. Zöld baloldali pártként támogatjuk, hogy az önkormányzatok a hulladékból ne hegyeket emeljenek, hanem újra dolgozzák fel, és ebből energiát nyerjenek. Ezáltal munkát lehet adni nagyon sok embernek. Ez a programom beleje. Igen, szolidaritás, igen, szocializmus.